Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a villanyautó villannyal működik, valójában azonban nem dróttal, ahogy mögöttem is látszik. A dróton keresztül töntik vele a mágneset, és ugye a mágnessel vonzza magát az autó különböző fémtárgyakhoz, ugye szalagkorláthoz, oszlophoz, szelektív hulladékgyűjtő edényekhez, és amikor meg fékez, akkor ezektől taszítja magát, hogy ugye lassuljon. Na most a taszításkor felszabaduló mágneses energia elektromos áramot termel, és ezzel megy az autólámpája. Gondolkodjon inkább szakértőkkel, mielőtt belefog. Wagner Solar. A viccet félretéve, a Wagner Solar elindította a rezsikommandót, ahol egy csomó kérdésre kaphattok válaszokat a napelemmel, napkollektorral, hőszivattyúval, autótöltővel kapcsolatosan. Itt a komment szekcióban tudjátok ezeket feltenni, és ne feledjétek, hogy nincsen rossz kérdés vagy hülye kérdés, csak fel nem tett kérdés. Úgyhogy kérdezzetek!